De hagyjuk is a HTTP-t. Egyet. Következik Molnár Gábor, a HTTP 2.0-val és a Node.js moduljával. Köszönöm, sziasztok! Molnár Gábor vagyok, és a HTTP 2-ről lesz szó. Én Node.js modult fejlesztettem ehhez, ezért értek közel valamennyire. Most erről a modulról nem nagyon sok szót fog esni, mert kevés az idő. De azért kérdésekben kérdezzetek a módotra, és a hátrányosítok róla. Hát mi is az a HTTP egyáltalán? Ez egy olyan protokoll, mint egy kérés alá szalapú szöveges protokoll, és ez már a webnek az alapja. Nagyon régen indult, 91-ben volt az első implementációja, és azóta is ezt használjuk gyakorlatilag az egész webben, és az az érdekessége, hogy 91 óta egészen 2009-ig szinte alig fejlődött. 2009-ben a Google bejelentette, hogy dolgozik a Speedy nevű protokollon, hogy ők rengeteg pénzt fektetnek abba, hogy gyorsabbak legyenek a weboldalaik. És a Speedy az ennek a befektetésnek így a terméke tulajdonképpen, és ez egy olyan protokoll, ami a HTTP szemantikáját megtartja, tehát hogy nagyobb kérések vannak, fejlécek vannak, minden ugyanannyi egy alkalmazás szemszögéből, vagy egy böngésző szemszögéből, az egyetlen különbség, hogy a hálózaton más formátumban mennek az adatok, és ezáltal egy óriási gyorsulást tudtak ezzel elérni. Ugye a weboldalától függ, hogy mekkora gyorsulás, de még 50%-kal gyorsabban tudott, hogy lehet egy adott weboldal. És én úgy kerültem ennek a protokollnak közelítettem, hogy egy ilyen szakmai gyakorlatot csináltam Mozilla-nál, amit a Google Summer of Code projekt keretében csináltam. Erről annyit kell tudni, hogy Google diákokat finanszíroz, hogy nyílt forrással foglalkozik szervezetek ilyen szakmai gyakorlatot csinálnak. És mik azok a problémák a HTTP 1-ben, amik ahhoz vezettek, hogy egy ilyen radikális új megoldást kell kitalálni. Ezekről nem fogok sokat beszélni, mert igazából kicsit nehéz elmagyarázni, de nagy vonalakban azért elmondom. Tehát itt három kategóriába soroltam. Az első probléma kategória, ami korlátoz egy weboldal betöltésének a sebességét, az, hogy le van korlátozva a párhuzamosság mértéke. De a HTTP 1-nél egy TCP kapcsolaton egy kérés mehet, és a TCP kapcsolaton a száma le van korlátozva kettőre. Most egy workaround, hogy senki nem tartja be a kettes korlátozást, minden művésző 6 TCP kapcsolatot mint legalább. Hasonló workaround, domain sharding, sprite-ok, ezek ilyen ismert technológiák, és mindegyiknek van hátulütője, nehéz karbantartani, tehát viszonylag fájdalmas dolog. TCP esetén nem lehet priorizálni, tehát hogyha amikor böngésző elindít 99 képbetöltést és mellette egy CSS fájnak a letöltését, akkor az a 99 képbetöltés el fogja nyomni a CSS-t, és nagyon lassan fog betölteni a weboldal, mert még a CSS tartalmaz olyan információkat, ami sokkal fontosabb, mint egy kép, és egy probléma volt. És ugye kérés válaszolható a protokoll, ezt nem lehet megkerülni. Kivéve, hogyha az inline-ot használjuk, ami ugye abból áll, hogy mondjuk egy CSS fájlba egy képet bele lehet rakni, mondjuk hexben kódolva, és akkor nem kell egy külön kérést indítani a böngészőnek, hanem eleve ott van. Ugye ennek a hátránya, hogy ha a kép változik, akkor a böngészőnek újra le kell tölteni az egész CSS-t, tehát a cache lehetőség veszik el. Hogy ezeket a problémákat oldja meg, a Speed és HTTP 2. Ez a HTTP 2, az tulajdonképpen a Speedy-nek a folytatása, csak egy ilyen standardizált változatban. Tehát a Google, amit inkább belefektetett a Speedy-be, azt a HTTP 2-ben egy ilyen szabványosító testet továbbítette, ez az IF egyébként, ami az összes többi internetes protokollt is gyakorlatilag szabványosította, és ezt hívják meg egy RFC-ben. Tehát ugye a legfontosabb, amit már mondtam, hogy szemantikailag ugyanaz a ugyanolyan feature-ket, mint egy alkalmazás számára, a HTTP 2, a Speedy is, mint a HTTP 1, tehát teljesen visszafelkompatibilis. Itt nincsenek korlátozva a párhuzamosság, mert egy TCP-n tetszőleges számú kérést indíthatunk. Ezt úgy oldják meg, hogy ez egy bináris protokoll, ami frame-ekből áll, keretekből, és minden frame elején ott van, hogy mekkora a mérete, illetve hogy melyik kéréshez tartozik ez a frame. Illetve egyéb metaadatok. És akkor ugye egymás után rakhatunk több kéréshez tartozó frame-et, tetszőlegesen lehet multiplexelni, és amiatt van a második előnyös tulajdonsága is, azt hogy priorizálhatunk. Tehát amikor multiplexelsz sok kérést egy TCP kapcsolatban, akkor eldöntheted,
hogy melyik kérésekhez, tehát azok kémeket teszed oda először. És amikor szűk a keresztmetszet, akkor eldönthetve szerver, hogy melyik kéréseket szolgálj ki hamarabb, és nyilván persze ez a kliens kérésére. Server push, ez körülbelül úgy néz ki, hogy a szerver elküldheti a kliensnek azt az üzenetet, hogy mostantól kezdve úgy fogok tenni, mintha ezt a kérést elküldted volna nekem, és ezt meg fogom válaszolni. Ha a kliens akarja, akkor ezt megszakíthatja, mondhatja azt, hogy köszönöm, nem kérem, ez már megvan a cache-ban. De ez ugye azért jó, mert lehetnek olyan erőforrások, amiket a szerver tud, hogy a kliensnek biztos szüksége van rá, de HTTP-ben meg kellett várnia azt, hogy a kliens elkérje. Annak ellenére, hogy a szerver biztos volt benne, hogy ezt neki. És az utolsó fontosabb pont a felvészetlenítés, ez HTTP-ben nem volt megoldható, csak a válasznak a testét lehetett említeni. Igen, és itt ebben a pontban különbözik tulajdonképpen a speed és a HTTP 2 legjobban. A speednek egy olyan algoritmusa volt, amit hát feltörtek, tehát kiderült a biztonság, és a HTTP 2-ben emiatt egy új algoritmust vezette be. Érdekes kérdés az, hogy hogyan indul a HTTP 2 kapcsolat. És itt is különbség van a speed és a HTTP 2 között. A HTTP 2-ben három mód van erre. Egyrészt a TLS készfogásba be lehet építeni, ugye ez a HTTPS alapú titkosított weboldalra vonatkozik, másrészt egy HTTP 1 kapcsolatról lehet upgrade-elni, és egy közvetlen kapcsolat. A fő különbség ezek között, hogy az első azt titkosított teljes mértékben, a többi pedig olyan HTTP kapcsolathoz vezet, ami lehallgatható, titkosítatlan, és emiatt van az, hogy még a HTTP 2 végleges szabály nem tudjuk, hogy mit fog tartalmazni. Lehet, hogy csak a titkosított verziót fogja tartalmazni, mert a böngész ügyártól kijelentették, hogy nem fogják így bementelni a titkosítatlant. Tehát ők szeretnék elkényszeríteni a világot gyakorlatilag, hogy mindenki titkosítottan tudját az adatot HTTP 2. És ez a végül is azért nem annyira rossz. És itt a jelenleg implementációk listája, ez azért is fontos, mert ugye még nem végleges a szabvány, de úgy készül, hogy folyamatosan beleérek a szabványba azokat a visszacsatolásokat, amiket az implementációktól kaptak. A lista élén a Node HTTP 2 implementáció áll. Itt a rendezési elv az az, hogy melyik draftot támogatja az implementáció, és a másodlagos rendezési elv az az, hogy mennyire régi az implementáció, és nagyon büszke jelentettem, hogy az én Node.js implementáció az első, mert ez nem jelenti azt, hogy ez a legjobb, sőt szerintem az NB HTTP a legjobb. Gyakorlatilag a fejlesztő egy nap alatt befoltoz bármilyen belőtt, hogyha nem ütetek neki. És köszönöm a figyelmet! Még nem fogok tudni, szerintem. Hiszen még várnod kell. Évvégén jön a végleges szabvány, vagy jövő évelején. Lehet, hogy addig valaki csinálja a lapacsmodul, de... Igen, tehát a Speedy-nél is már létezik ilyen mód a Speedy, amit az apacshoz betölt, és akkor nem volt az apacs. Igen? Oké, hogy a szerverek közül ilyen sok tudja, és ilyenesek. Igen, ezt nem mondtam el, hogy ezek nem csak szerver implementációk, hanem a harmadik oszlop mutatja meg azt, hogy ez az implementáció az kliens oldali, szerver oldali vagy proxy. Úgyhogy látható, hogy a legtöbb implementáció az kliens és szerver oldalt is tud. Azért már nagyon hasonló kettő, ugyanilyen frame-ek vannak, és nem egy olyan sok plusz munka, amit kettő támogatni. Tehát behúzol egy ilyen hívet, még Node.js-ben, akkor kliensként is használhatod a Node HTTP. Mód HTTP 2-t például ilyen kis szerverként is. De az nem a böngészőnek kéne úgy felépíteni a kapcsolatot? A böngészőnek kéne? Tehát a böngésző implementációk csak kliens implementációk. Mondjuk Node-ban van értelme kliens meg szervert is. Igen. De hogy már látom ott a Firefox-ot és a Chromium-ot. Igen, az a csak kliens. Ez praktikusan mit fog jelenteni? HTTP 1 és 2 egyszerűen lesz jelenben. Egyébként, mint mondom vele, hogy egy az eszköz az egyszerűen mindenképpen esetben a kapcsolatban. Igen, tehát a HTTP 1 és HTTP 2 szerintem a világ végezetén együtt fogja jönni egymással, tehát a HTTP is van, hogy eltűnni. Igen? Van a Microsoftnak is egy kompetens megsépik, tehát ez már volt, melyiket a program használni, vagy
úgy tudom, hogy nekik volt egy speedy konkurensük, és amikor a HTTP2 szabványosítás elkezdődött, akkor ők hát egy ilyen pályázati jelleggel várták, hogy ennek ezenek az esélyesek, akik majd HTTP2-vé válnak, és ezek közül jelentkezett a Microsoft a saját, azt hiszem az volt neve, hogy Speed Plus Mobility szabványában, és a Speedy-t választották helyette. És ezért az vált a HTTP2-t alapjára. Ezt támogatja a Microsoft? A HTTP2-0-et? A HTTP2 katona C-sharpos implementációt ezt úgy csinálják. Ah, hát ugye ez van és kiállnak meg őket. Igen. Igen. Ilyen nyáron jelent már a következő, a BRIC. Mit látsz, hogy körülbelül mikor a megérte éves átutása volt, amíg ez volt, de ez arra is egy évet kell majd várni? Ugye az annyiban különbözik, hogy ez nem a TCP fölötti réteget akarja átírni, hanem ők a TCP helyett találtak ki valamit. Szerintem annak is fog kellni ott ír, és arra tippelek, hogy valószínű, hogy a TCP fejlődését fogja.